Hello zusammen! Folytatódik az E30-as BMW-nek a szétszedése, újra újjáépítése. A fiúk nagyon szépen haladnak, úgyhogy hát persze megint nem sikerült pontosan megérkeznem, viszont a fiúkat megkérdezem, hogy hogy haladtak tegnap, mert én 4-kor hazaindultam, hogy meg tudjam vágni nektek az epizódokat, és most akkor rátérünk a lényegre, hogy is áll az autó. Sziasztok! Sziasztok! Tegnap ugye úgy hagytuk abba, hogy nem fért be a turbó a leemlővel, most annak csináltunk egy kis helyet. Itt ki lett vágva, ezen már a részen. Balázs kivágta. Most a következő lépésben fogunk csinálni menetes szállal egy tartót, ami megtartja ilyen pozícióba a motrot. És utána pedig a régi bölcsőt fogjuk kivenni. A lengés csillapítókkal lekötjük a féket és a komplet elejét ki fogjuk szedni. És utána pedig megy alá az új. Az újat fogjuk a helyére tenni. Neki kell új bakokat kizárni, megtervezni. Ezeket a bakokat le fogjuk róla szerelni, és utána ide egyedi bakok lesznek gyártva. Pontosan. Amit Jenő majd megtervez hozzá. Amit ti csináltok, meg is heggeztetek, ugye? Amit mi heggeztünk, és mi fogunk megcsinálni, és mi fogjuk beépíteni minden egyes darabját, alkatrészét. A heggesztés az én feladatom lesz, kizárásos alapon. Igen, mivel te vagy a heggesztő. A Gábor pedig a legjobb segítő partner, úgyhogy ketten fogjuk ezt így tovább csinálni most. Csapatmunkával. És jól hallottam, hogy ma lesz egy kis porlasztóoktatás is? Így van, igen. Jól hallottad, igen, igen. Kaptunk 3-3 porlasztót fejenként. És ezt szedjük össze, fel kell állítanunk gépen, padolni kell, úgyhogy az lesz a következő feladatunk. Hát meglátjuk. Izgatottak vagyunk miatta, de jön a mester és... Elmagyaráz mindent. Mindent mond. Ászolt, szettél. És ő azt mondta, ne aggódjunk, mert nem lesz semmi probléma. Úgyhogy egy kis porlasztó felújítás is lesz ma. I've been in the darkness for 40 days. I've been searching for holy flames. A sign to light up the way. So can you help me out? Can you help me out? I've been more certain of truth before. I've been called a righteous man. Before, yeah, I've been closer to Jesus before. So can you help me out? Oh, can you help me out? Jó. Iszom mester szavait. Ezt a szabitól tanultam. Igen, igen. Ez így van. Ha egy ilyen mester azt mondta, ha ezt mondom, akkor még kávét is fogok kapni. Igen. Úgyhogy ez így van, gyerekek. Gábor, segítsen! Tényleg, ja. Mit csinálsz Gábor ott most az oldal? Lengedem a futómű. Lengés csillapítót kihúzza, és ott még nekünk szét kell kötnünk a kormányrudazatot, fölfüggesszük a motrot, és utána pedig kivesszük alól a bölcsőt. És kiszabadítjuk Jenő heggesztőgépét, tehát itt lapult a sarokba. Megpróbáljuk beüzemelni, és aztán rajt.
figyelj! Ez még nem jön. És az nem baj, hogy ott az alátét úgy meghajlott? Hol? Figyelj, csak amúgy nem lesz jó ám úgy, ezt engedd vissza, az úgy nem jó. Az úgy nem jó, el fogok kitűnni. Alul úgy kell megcsinálni, ezt például az is teljesen, meg ez így nem jó. Tehát az úgy nem jó. Figyelj! Balázs, figyelj ide! Igen? Ez így nem jó, jó. Ide tegyél meg egy anyátra, és nekik ezt, az is meg teljesen az a legyen, és nekik ezt szorítom, hogy tőbű tarts, hogy el fogjuk bővíteni. Jó, jó, akkor ide egy... Ez a 13-as kulcsot kérek ide. Igen, és akkor ráteszem mögé az anyát. Jó. Itt van ott az anyát. Oké. Okay. És akkor törét kell húzni. És akkor a törét tart ki. Oké. Okay. Itt meg vedd már ki, ha már itt vagy. És akkor ez még tegyél több barát itt alá, jó? Nagyobbat tartson, érted? Ez se jó, ez se jó így. Vedd el, igen. Mi volt az a régi, a szállító? Nem, az régen valaki most tett ismerős, és akkor belájkolt a régi képemet, azt kimutunk görögbe, és akkor voltunk egy iszhattal, meg az enyémmel, és akkor álltott a parkra, és akkor a szállítók megérkeztek. Azt valaki belájkolt, és azt le kell menni. Nem mondom, hogy hogy gondoltam. Arra is rakjunk anyát a látéttel? Oké, most úgy csinálom. Persze. Akkor csomagot csinálom. Lehet, hogy nem is ide fognám meg, ha nem. Attól félek ilyen őt, fejben a rúgja. Lehet, hogy inkább ez alá tesszük, érted? Vagy ide tesszük bele, azon gondolkodtam, csak az a baj, ott meg rövid a sor és tőcsavar lenne. Ez így az legyen, hogy oldalú tartana, tudod? De azt nem tudjuk csinálni. Azt úgy meg... igen, a csavart. Oké. Okay. És akkor így kellene a csavarba, illetve a csavar, hogy így álljon az egész. Van annyi. Kis alátét. Vagy kis alátét, vagy tízesen. 12-esen, tudod? És akkor látszanak megtakarni. Hogy ide legyen csomozva, és kezdve görbülni fog, de netán valami elszakad, hogy ezt így kéne tartson, de nem tudjuk főteni úgy. Akkor kettő fogja már, jó? De az sem van a baj, ha úgy csinálnád, hogy így. És ide nem lehet ide? Ez ilyen busz, nem? Hát, azt hiszem, hogy akkor meg viszont lehetne úgy, ahogy te mondtad. De végülis tök mindegy, hogy ez, fektetve vagy állítva. Akkor adjál 2 percet, mert majd egy bokhát talál. Kormányrút csavart, még nem mész hozzá. De ezt is komolyan mondom. És a Jenőnek se szedi szét, azt mondtam, hogy ha a Szabi lejön. Nem, és alul is vedd fel, jó? Hát, nem tudunk haladni, de ez komoly. Ez nem vicc. Ő nem szedi ki. Menj le, és tessék felvenni. Most kiszedem a kormányművek ezt a kardános részét kialudítom, és akkor kijön a... Tehát maga a kormány rudazatot. Aha. Aztán ez itt el lett távolítva, akkor már végül is motor rögzítve van, azt jön le a bölcső. A új bölcsőből ott 2 szilentet ki kell préselni. Oda új szilentek mennek, ezt majd ott a préspadnál megcsináljuk. Nagyon szépen haladnak a fiúk a mai napon megint csak. Viszont most kedveskedek nekik, az előbb hoztam ki hideg ásványvizet, piroska szörpöt, ez nem a reklámhelye, és most hozok ki nekik jégkrémet. Értem. Egy nektúri a legbeszélés. Igen. Egy nektúri a legbeszélés. Jó. Akkor mégis úgy kell találni, hogy kell, érted?
Hú, de komoly. Jó fej, mi? Jó fej. Majd te elkezdtem, azért kedveskedik. Mit? Nem, csak ez a tiéd egyik? Nem, én nem eszem. Hogy? Diéta van, tudod? Nem eltek. Hát Magnum diéta. Gáborom? Várj, így a fejhoz. Várjál. Ja? Kiszedted azt a kis sort, Gábor? Igen. Tényleg? Itt van, bazd. Kiszedte. És kivette. Kiszedte, gyerekek. A mindent vívő csavar. Köszönjük, egy Szabi. A tiéd. Ezt neked köszönjük, Szabi. Nem, Jenőnek, mert Jenő vette. Én csak kiosztom a fagyosztom. A én vettem. Ő volt a hőn. Én vettem, hogy már tudjunk enni egy jó ékrémet, hogyha meleg van. Ez komoly. Persze. Én azt hiszem, hogy Jenőt te vetted, vagy én vettem. Akkor köszönjük, Balázs. Nagyon szívesen, egészségükre. A legtávoltak is ők hát gondoltam, hogy nem, és sört azt nem iszunk, ugye? Nem. Vodkázni nem fogunk, mert meleg van. Akkor itt az gyorsan vége lenne a bújnak. Igen. Leesnénk a Gáborhoz. Meg vagy, Gábor? Finom ékrém. És az? Tehát itt nem nyílik ki nektek tulajdonképpen. Egy ilyen kandika mellett kell berakni a szállási jogárba. És ott, tehát ott tudnátok ki végül is, de itt... Hát az milyen szerint? Nézd meg! Nézd meg a szerintek is! Lehet egyes BMW, lehet ötös BMW. Ez komoly. Na, megyek, ezt kihajtom azt a csavart. Most ugye nem kell majd lemennem azt a csavart is kihajtani. De, bocs. Hogy ne? Ott van rajta, jó? Itt megfogom. Ezt a sok csavart be kéne dobálni a dobozával alatt minden. Addig Gabikám, a lórugja, a fiam. Na fogjad? Várjál! Csak helyet csinálok volna, jó? Azért ezt úgyse bírom el, mi? Várjál, ez le fog huppanni. Tehát egyik kezedre rá kéne fognod. Várjál, kéne támasztani. De most komolyan. Okay. Hopp, kint is van. Várjál, engedd lefelé lassan. A gépet vett ki volna? Úgy, elfogom. Várjál. Most már szállni, tudom, hogy egyszer tudom, hogy már tovább lesz fókba. Várjál. Kim van a féltengerdő, a bölcső, minden. Meg a izé, kormány. Nem értem, mi a baj? Nincs baj, kim van a kormány, meg a bölcső. Én most jöttem, a fiúk nyomják. Neki nem maradtál a fogadó? Nem, pont jöttem. Tudod, előrébb kicsit ilyen ő. Várjál, akkor... Akkor nem, húzz vissza. Így. A kocsit lehet elvenni, gondolj. Jó. Akkor mindjárt felemeljük, tényleg. Kilom neki talapfogadni. Hát kellene még egy ember, csak most... Pauzétel. Várjál, állj. Mi az? Cső. Júj, beakadt. Mehet. Oké. Okay. Szuper! Várjál, nem jött be, be fog esni a másik oldalra. Egyszerre kérem, jó? Ezt én megfogom így. És egyébként nem mentek semmire. Így legalább. Mind valami. Hátsegeges bölcső, viszlát? Ez ment, ez a bölcső ment 412 alatt. Azt tudta, hogy hirtelen volt. Akkor majdnem 13 percet ment, 400-at. Hogyan lépszik? Azért vagy itt, mert te tudtad, hogy 13 percet megy. Szabi az... Látod, Szabi? Neked köszönhetjük, hogy itt ezt van. Is neked köszönhetjük. És azt is, hogy kijött a helyéről a bölcső. Szerintem azt, hogy tegyétek el valahol oldalra. Ezt, igen. Összepapolunk az összes csavart, beszeretném rakni a dobozával. Szerintem nem is lehetne jobb befejezése ennek a mostani epizódnak az, hogy végre kint van a bölcső, a rugóstag, a fék, az autó bontodik nagyon szépen darabjaira, úgyhogy a holnapi nap folytatjuk.
Remélem, hogy tetszenek ezek a tartalmak és ezek a videók. A fiúk jó érzik magukat, mi jó érezzük magunkat, jókat eszünk, iszunk, jégkrémezünk, úgyhogy minden nagyon jó. Hamarosan jövök a következő videóval, ha van valami véleményetek vagy ötletetek, nyugodtan lent a komment szekcióba, ott lent, nyugodtan írjátok le. Mindet el szoktuk olvasni, ha tudunk, akkor úgy is válaszolunk rá. Úgyhogy én azt mondom, hogy zárjuk ezt a videót. Kívánunk nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttöt, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor nézi ezt az epizódot. Sziasztok! Certain of truth before.